Sziasztok, üdvözlök mindenkit a csatornán. Az előző résznek a folytatásaként ez most legyen egy kapcsolódó téma. Ugye az előző videóban elmondtam nektek, hogy milyen kiadásokkal kell számolni, hogyha valaki Írországba szeretne költözni, itt szeretne élni, és ezt részletesen bemutattam. Kaptam is kommentbe, hogy oké, rendben van, ez nagyon szép és jó, de mennyit lehet keresni, hogy ezt mind ki lehessen fizetni. Úgyhogy ma ennek fogunk utána járni, és egy nagyon részletes tájékoztatót fogok nektek mutatni. Megpróbálom belesűríteni csak a lényegi információkat, és hogy ne húzzam túl hosszúra a videót. Úgyhogy végig fogok menni szakmáról szakmára, kiválasztottam 13 munkakört az alkalmazotti szférából. És ezen végig megyünk, és el fogom mondani nektek az órabért, a nettó és a bruttó havibért, valamint a forintban kifejezett összeget, tehát egy tökéletes képet fogtok kapni, és egyben össze tudjátok hasonlítani a magyar fizetésekkel. Úgyhogy amit ez tükrözni fog, az tulajdonképpen az éremnek, a dolognak az egyik oldala. Ugyanis Írországról tudni kell, hogy itt az alkalmazotti szféra ugye az adja, mint mindenhol, a polgári középrétegnek az erejét, és viszont Írországban nagyon fontos a vállalkozói szféra. Tehát egészen a mikrovállalkozásoktól a nagy cégekig az Írország gazdaságának nagyon fontos alappillére az összes vállalkozás. Ugyanis nagyon vállalkozóbarát ország, úgyhogy miután végeztünk a 13 szakmával és a bértáblával, utána egy kicsit beszélni fogok nektek a vállalkozási lehetőségekről, és hogy egy vállalkozó, egy mikrovállalkozó főként, ami minket érint, hogy ott mennyit lehet keresni. Úgyhogy hajrá, járjunk utána! Az első a sorban ugye a minimálbér, ami 11,30 € óránként, és ez bruttó havi 1800 euróra jön ki 40 órás munkaviszonnyal, és itt ugye rákattintottam akkor a kalkulációra, és itt a lebontásban a havi szinten ez 1649 euró, ami 660 ezer forintnak felel meg. Tehát ez az alja, ennél kevesebbet senki nem keres, ez a minimálbér. A következő a sorban az 1900 eurót kereső felszolgálók, akiknek a órabére átlag 12 euró, ez nettóban 1717 euró nettó, és ez 690 ezer forintnak felel meg. A sorban a következő, aki 2100 eurót keres, ők a vagyonőrök például, ugye 13 eurós órabérrel, ez 1860 euró nettó, és ez 750 ezer forintnak felel meg. Utána jönnek a szakácsok 2500 euróval, akiknek az órabére 15 euró per óra, és ez nettó 2146 euró havonta, ami forintban 860 ezer forintnak felel meg. Ezek után jönnek az építő munkások, akik 2900 bruttóval rendelkeznek, ez 18 eurós órabér, és ennek a nettója 2432 euró, ami 970 ezer forintnak felel meg. És akkor közeledünk az 1 millió forintos pszichológiai határhoz. Ehhez kell egy 3400 eurós bruttó fizetés. Ennek a nettója 2776 euró, és ők a tanárok. Tehát ez 20 eurós órabérrel jön össze, és ennek a ez forintban 1 millió 120 ezer forint. Tehát Írországban egy tanár, egy átlag tanár 1 millió 120 ezer forintot keres meg.
úgyhogy érdekes ez az adat. Nem tudom, Magyarországon most hol vannak a fizetések, de ugye tekintve, hogy most már egy éve megy ez a tüntetési mizéria, meg ez a új törvénykezés, úgyhogy érdemes összehasonlítani. Menjünk tovább. A szerelők, akik 3500 eurót kapnak bruttóba, ez 2828 nettóba, ami 21 eurós órabér, és 1.150.000 forintos magyar forintban ennyit keresnek. A következő az ápolók, akik bruttó 3.800-ot kapnak, ez 2.982 euró nettó, aminek az órabére 24 eurós órabér, és ez 1.200.000 forint. Utána jönnek az IT-technikusok, akik 3.900-at kapnak, ami 3.034 euró nettóba, ez 25 eurós órabér, és 1.250.000 forintnak felel meg. Akkor ezután a következő lépcsőfok a 4.100 eurós könyvelők, pénzügyi dolgozók. Ez órabérben 26 euró átlag, ami nettó 3.137 euró egy hónapban, és ez magyar forintban 1.300.000 forint. Ennél többet keresnek a mérnökök, akik 4.300 körül keresnek átlagosan. Ennek 3.240 euró a nettója, 27 eurós órabérrel, és 1.350.000 forintnak felel meg. Aztán az orvosok jönnek, ugye nagyon fontos hivatás. Itt elég nagyot ugrunk, ugyanis 6.000 euró egy orvosnak az átlag bére, ami 4.110 euró egy hónapban, 40 euró az órabér ebben az esetben, és ez 1.650.000 forint. És akkor ugorjunk a listámon a 13. top helyezésre, és akkor ezek pedig az IT menedzserek, akik megkeresik a 7.300 bruttót, ami 4.734 nettó, 45 eurós órabér, és ez 1.900.000 forint, tehát majdnem 2 millió forintot keresnek, és itt láthatjátok, hogy a 7.300 bruttó és a 4.700 között itt már elég jelentős levonás van, tehát ahogy egyre nagyobbak a fizetések, úgy egyre nagyobb százalékot adóznak, tehát itt a gazdagokat adóztatják meg jobban, és nem pedig az alacsony keresetű, szegényebb rétegeket. Úgyhogy ennyi a bértábla. Van még nagyon sok szakma, igazából csak úgy hozzávetőlegesen akartam végigmenni, hogy az aljától a tetei körülbelül hogy alakulnak a fizetések, de ennél ugye van, lehet többet is keresni, de azok már vállalkozók, cégvezetők, tehát ez az alkalmazotti szektor volt. Akkor most, hogy már láttátok az alkalmazotti szférának a bértábláját, most már láthatjátok, hogy körülbelül mik azok az összegek, amiből az emberek, a családok gazdálkodhatnak. És ezeket a magas kiadásokat azért valamilyen szinten fedezni is lehet. Természetesen egy friss bevándorló, aki mondjuk nem is a szakmájában dolgozik, vagy alulról küzdi föl magát, azért ott nem egyszerű a megélhetés. Ugye egy minimálbérből
vagy még akár egy 2000 nettos fizetésből is nem nagyon lehet saját lakást bérelni, tehát még akár egy egyszobás kislakás sem. Hogyha valahogy ki is gazdálkodna az illető, akkor is félretenni nem tud mellette, tehát igazából nem perspektíva az, hogy nettó 2000 euróig te egyedül akarjál lakni. Persze megteheted, de nem biztos, hogy gazdaságos. Úgyhogy nagyjából olyan nettó 2500 és 3000 eurót na havonta meg kell keresni, tehát valamilyen olyan szakmában kellene dolgoznod, amiben ennyit megkapsz, vagy akár többet, és akkor már tudsz önállóan egy normális, kényelmes életet élni. És akkor még most annyit szeretnék nektek elmondani, hogy teljes legyen a kép, hogy mi a helyzet a vállalkozás terén és a mikrovállalkozások esetében. Na most itt is adataim vannak, ugye volt egy ilyen listám, itt van a 13 szakma és a hozzátartozó adatok, és akkor itt alul megvan még nekem a vállalkozás, amit összeírtam magamnak. Tulajdonképpen nem leszek hosszú, a mikrovállalkozásokról akarok egy adatot, tehát például olyanok, akik ilyen Magyarországon ezeket részben kényszervállalkozóknak mondják, tehát aki csak kiváltja a vállalkozóit, és valamilyen kis egyszemélyes tevékenységet szeretne csinálni. Ilyen például egy fodrász, egy kozmetikus, egy masszőr, bárki, aki konzultációkat tart, ez lehet bármi. Úgyhogy nagyjából egy szolgáltatásért országba 50 eurót már minimum illik elkérni, de egészen a 100 vagy még 150 euróig is el lehet menni általában ezekben az egyszemélyes szolgáltatásoknál. Úgyhogy én általában én két kategóriát számoltam ki, ez hogyha 50 eurót kérsz egy órára, valamint hogyha 100 eurót kérsz. Hogyha 50 eurót kérsz mondjuk egy kozmetikus vagy, és elkérsz 50 eurót egy órára, az azt jelenti, hogy ha mondjuk napi 5 kuncsaftod van, és számoljunk mindig napi 5 kuncsafttal, mert ez nem túl sok, nem túl kevés, és heti 5 munkanappal. Tehát az azt jelenti, hogy van 25 vendéged egy héten. Tehát, hogyha te 50 eurót kérsz egy alkalomra, amiben körülbelül egy órát dolgoztál, vagy akár kettőt is esetleg, ott napi 250 eurót fogsz keresni. Ez azt mondja, hogy egy hónapban, tehát 4 hétre vetítve 5000 euró. Hogyha te elkérsz 100 eurót egy órára, akkor viszont havonta már 10 000 eurót, tehát ennek a dupláját fogod. És körülbelül ezek a szolgáltatások az 50 és a 100 euró között vannak, tehát ilyen 5 és 10 ezer eurót egy mikrovállalkozó, egy masszőr, egy kozmetikus fodrász, stb. Meg tud keresni. Úgyhogy most az, hogy ez mennyi forintba, hát tulajdonképpen 1000 euró, az ugye 400 ezer forint. Tehát, hogyha egy 400 forintos euró árfolyammal számolok, és mindig ezzel számoltam, az körülbelül az elég sok, tehát hogyha most így belegondolsz, hogy a 1000 euró az 400 ezer forint, akkor 10 ezer euró, az konkrétan 4 millió forint. Tehát Írországban, ha te mikrovállalkozó vagy, egy fodrász, vagy akár egy jól menő, betáblázott vállalkozó, aki elkér mondjuk 100 eurót egy óra, két órás kezelésért, megkeresheted a 4 millió forintnak megfelelő összeget havonta. Természetesen ez a bevételed, és ezt még majd le kell adóznod, meg ugye van bérleti díj. Tehát mondjuk az, hogy de ugyan rengeteg dolgot le tudsz költségelni, és nincsen a vállalkozásnál alapköltséged, mert itt nem kell fizetni azért, hogy vállalkozó legyél, kizárólag a bevételed után adózol, ami körülbelül egy ilyen max 25-30%, és nagyon sok mindent le lehet költségelni, nincsenek ilyen számozott számlák, meg mit tudom én, tehát egy ilyen bizalmi rendszer van, nem járkálnak utánad, tehát nagyon könnyű vállalkozni, és körülbelül online 5 perc alatt beregisztrálsz, hogyha megvannak már itt a papírjaid, bankszámlád, adószámod, stb. Tehát ha dolgoztál már Írországban, vagy beszereztél mindent az itteni munkavállaláshoz,
akkor beregisztrálsz és választod azt, hogy önadózó vagy, és már is csinálhatod. Ha megvan a szakmai felelősségbiztosításod és végzettséged, amennyiben szükség van rá, akkor nekiállsz, 5 perc alatt beregisztrálsz vállalkozónak, és utána másnap már dolgozol, és körülbelül másfél év, 1-2 év múlva fogsz adózni. Hogyha év elején kezdted a vállalkozást, akkor ugye októberben van a bevallás, de ugye az első évben még ugye az ott még nem adózol, mert majd visszafelé adózol az előző évre. Tehát azt jelenti, hogy ha az év első felébe kezdesz vállalkozni, akkor nagyjából másfél-két év múlva fogsz adózni. És egészen addig semmi fizetnivalód nincsen, csak szeded a bevételt, és azt is 25-30%-ba adózod le nagyjából, és hogyha még abból egy csomó mindent leköltségelsz, akkor alig adózol valamit. Úgyhogy szerintem Írországban szuper jó vállalkozni, úgyhogy nagyjából ez Írországnak a lényege. És akkor itt el is érkeztünk a lényegi részhez a legvégén, hogy tulajdonképpen Írországban egy dolog az, hogy a középpolgári réteg, az alkalmazotti réteg elég jól megél, ugye egy hétköznapi szinten, de viszont a vállalkozáshoz, hogyha van motivációd, ötleted, tehetséged, akkor bármikor, amikor készen állsz, miután megalapoztad itt az életedet, elkezdhetsz vállalkozni mikrovállalkozóként, és a határa csillagos ég, 50-100 eurójával bármilyen szolgáltatásból tényleg magyarországi viszonyok között milliókat kereshetsz, de az itt is egy nagyon jó pénz. Tehát, hogyha ugye meghallgattad a korábbi videót, és hogy itt persze nem olcsó az élet, nagyjából egy minimum egy 1500-2000 nettó kell ahhoz, hogy egyedül tudjál lakni, élni, kifizetni a havi költségeket, de hát, hogyha mellé teszed, hogy mondjuk megkereshetsz vállalkozóként 5, 6, 8 vagy akár 10 ezer eurót is, akkor itt pénzeső van. Szóval ez Írországnak a lényege, az, hogy valaki él ezzel kell a lehetőségekkel, vagy nem, az teljesen egyéni dolog. Úgyhogy ennyit akartam elmondani, remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót. Szokásos dolog, iratkozzatok föl, lájkoljatok, kommenteljetek, kérdezzetek, és jövök legközelebb. Sziasztok!